Már több mint 40 napja az orosz agresszió miatt kirobbant háború kezdete óta zárva tartanak a Karpat-Aljai óvodák. Az intézmények többségében menekült szállásokat alakítottak ki a belső áttelepültek számára. Az óvodák foglaltsága gondot jelent főként azon családok számára, ahol a szülők állandó munkahelyen rendelkeznek, hiszen a kisgyermekek felügyeletét másképp kell megoldaniuk. Ezen a helyzeten próbálnak változtatni Beregszászon, ahol a tervek szerint a közeljövőben újra nyitnának két óvodát. Az óvodakérdés roppant fontos, ráadásul háborús időszakban nem kezelte még senki eléggé hatékonyan az óvodáknak a működtetését. Van egy alapvető dolog. Én úgy gondolom, hogy azok a beregszázban élők, akiknek van munkahelye, és ez alatt a az egy hónap alatt, amióta tart a háború, korlátozásokba ütköztek, illetve a gyerkőcöket nem nagyon tudták hova helyezni, nincs kezük alatt nagyszülő. Ezért Nyilván ez problémát jelentett. Úgy döntöttünk az oktatási osztályvezetőjével, Babják Edittel, hogy bekérjük a hadügyi adminisztrációnak az engedélyét ahhoz, hogy két óvodát Berekszázba ki tudjunk nyitni, mint ügyeletes óvodát, azzal a célra, hogy nem csak azok a gyerkőszök, akik ezekbe az óvodákba jártak békés időben, hanem ebben a szakaszában is tudják látogatni kivételesen azokban az esetekben, hogyha, hogyha a szülőnek van munkahelye. Az egyik az Ivana Franka utcán lévő óvodánk, a másik pedig a Széchenyi utcán lévő óvodánk. Ebben készítünk majd publikációt, majd azután, ha megkapjuk a hadügyi adminisztrációnak az engedélyét. És roppant fontos aláhúznom, hogy ezek az óvodák el vannak látva óvóhelyekkel, és a gyerkőcöknek abban az esetben, hogyha légériadó lenne munkaidőben, tehát óvodaidőben, akkor ezeket a gyerkőcöket az óvodapedagógusaink át kell, hogy kísérjék, át kell, hogy vigyék az óvóhelyekre egészen addig, ameddig le nem fújják a légiriadót. Ezt, ezt mi szeretnénk felépíteni a mai nap folyamán, és nyilván bizon benne, hogy napokon belül, akár holnapi reggeli naptól megkezdhetjük ennek a funkciónak az üzemeltetését. Első lépésben a városi két oldalról beszélünk, fogjuk látni, hogy gyakorlatilag hogyan működik, és tehetünk majd lépéseket a, a kis térségünkhöz tartozó falvak ban is, amennyiben erre engedét fogunk kapni a hadügyi adminisztrációtól.